Szevasztok, üdvözlök mindenkit ezen a nagyon szeles délutánon. Egyébként nem lenne hideg, csak azért az orkán idejű szél ne fújna. És ennek itt vagyok az Öres vezérterén, meg a metró végállomásnál, és itt fogok találkozni Patrikkal, és Zolkó 79-en, aki szintén azért fog majd ide jönni, hogy Patrikkal találkozzon. Igazából ő szeretett volna, meg azt lehet neki ajándékot adni. És ez így volt lebeszélve, hogy akkor ő is jön, hát én ugye, mivel nekem közel van az Örs, ezért ugye akkor én is kijöttem, meg nyilván majd lesz elő felvétel, meg a operatőrködök is nekik. Úgyhogy egyelőre most még körülbelül 20 perc, mert 14-re volt megbeszélve találkozó, hát addig várom, tehát előbb-utóbb mind a ketten befutnak majd. Patrik biztos, hogy metróval fog jönni. Egyébként most is befutott egy metró, hát nem hiszem, hogy ezen van, mert ilyen korán még nem ér ide. Meg lehet, hogy Zoli is metróval jön, hát azt hiszem, hogy nem tudom. De azt nem mondta, hogy milyen irányból jön, meg merre. És még lehet, hogy T-Rex is be fog futni. Mert ebből ő is oda találkozódott, tehát lehet, hogy még ő is befut valahonnan. Hát tényleg Pest Erzsébet környékén lakik, úgy tudom, és akkor valószínűleg villamossal fog inkább jönni. Már ha jön. Ezt majd meglátjuk. Megérkezett Zolkó 79 is. Sziasztok! Úgyhogy most már ketten várjuk Patrikot. Hát valamelyik metróval fog befutni. Csak nem tudni, hogy melyik kell. Hát nem tudni, de a Blaha felől jön metróval. Azt már tudom, mert Petrával beszéltem, mondta, hogy nem ő hozza, de jönnek. Úgyhogy én úgy tudom, hogy egyébként Petra fogja. Nem, közben írt nekem, hogy nem ér rá, de majd az fatelja hozza. Mert még azt is tudom, hogy körülbelül fél négyig érnek le, mert közben beszéltem velük tegnap, és mondta, hogy körülbelül fél négyig érnek le, mert mennek valami rokod eltudatásra. Ja, hát azt majd, baj, hát az majd mondja. Másfél óra az elég ahhoz, hogy az ajándékot megkapja. Hát igen. Úgyhogy sem várunk. Hát előbb-utóbb befut még egy metró, és akkor lehet, hogy ma azon rajta lesz. Igen, az Zolkó 79-et majd lehet, hogy nem ismeritek. Én még új vagyok, de volt egy régi YouTube csatornám, a 31, ugyanezzel a névvel, csak 31-el, de inkább így megváltoztattam 79-re, mert ugye 31 éves voltam, amikor csináltam ezt az oldalt, azt inkább úgy csinálom, hogy akkor 79 marad. Évszámnak a végét csináltam meg azt. Ja, akkor az a születési évszám 79. De tehát akkor idén leszel 40 éves. Hát, de, ha megérem. Hát nem sokára hát most ugye a testvérem lesz most 30 és akkor ő mondja, hogy a 30 az új 20, hát akkor a 40 az új 30 lehet? Hát igen. Hát mindegy. Hát szerezek egy 40-es táblát az ügyben. 40-es kereszttáblát? Hogy lehet, hogy tudod neked szerezni? A nagybátyám, amikor 40 éves volt, akkor neki szereztünk egyet valahonnan. Hát igen, állítólag azért a... Lopunk egyet valahonnan, valahonnan szereljük, nem tudom, valahonnan megoldjuk. Megyek a közlekedési múzeumban, mert lopunk egyet. Hát én meg Krisztusi korban fogok lépni, hát én ugye 33, az majd a... Én egy évig hallgatom a poénokat, a nyolvados engedtél legyen onnan, de... Hát igen. Na közben, várjál, ezt most fölveszünk, mert most megérkezik egy szerelvény, és lehet, hogy ezzel lesz, Patrik. Innen még fel is tudom venni. Ez befutott akkor a szerelvény. Hát hogyha nem ezzel jön, akkor a következővel. Ha nem akar elkésni, akkor a következővel mindenképpen jönnie kell. Hát nem most de meglátjuk. Hát nem most, hogy késik 5-10 percet. Hát persze, megvárjuk. Hát 5 percenként jár a metró, valamelyiket biztos, hogy rajta lesz. Az 51-es villamos. Ja, az 51-es villamos, mert igen, az érdekel. A régi 51-es, ahol régen járt az látmányban. És ugye a te videódban is láttam az ilyen bejárást, és ugye ott mondtad, hogy ott van egy izé, ott van a végállomás, ahol keresztőződik a Lajos Mézsei. Ja igen, ott volt a végállomás az 51-esnek, igen. És
Na most ebben a videóban csak annyit segítek, hogy nem ott volt, hanem a régi vörös. De ott kereszt ezt a szinte a kapas útvonalat, a 102-es és meg a Burma is. Igen, és régen ilyen vörös, Marti vagy Vörösvény utca volt, nem tudom pontosan is. Majd itt van neked ebben lenni. Igen, de azóta megváltoztattam a nevét. És úgy találtál akkor ezért tényleg szene is, hogy igen, ő is adafele videózott, és akkor így rájöttál, hogy csináljátok közös videót? Hát írtam neki, hogy mondom, mi lenne a hozzászólásod, hogyha mit tudom, hogy a régi 51-es villamosnak a útvonalát. Ez az úgy volt, hogy az útvonalát csináljuk meg, de aztán utána végignyöttük, azt mondtam neki, hogy volt egy kis szünet, egy ilyen párvási szünet, mondtam, hogy még régen, a régen a Nemes utca, most Nemes utca végig, ott egészen a Béketérig ment a Nemes. Ja, azaz. És mondom, egy ilyen átkötő híd, és nem mondom, akkor mondom, hogy nem, hogy csak bejöttem, és belsiáltam. Pont az ő, pont ezért lehet. Én is egy szusz alatt bejártam a Nagy Burmát, igen, az legalábbis Sodoksárig, igen, nőnéztő Sodoksárig, a szép volt, és akkor szintén ilyen januárban, amikor már rámestületett Sodoksárnál, tehát azért nem mentem a Kis Burmára tovább, az egy későbbi videó volt, amikor Kis Burmát is bejártam, de közben jön még egy szerelvény. Na, egy kis szünet lesz nálam. Egy pillanat, csak akkor már megnézem, hogy írtak-e valamit. Lehet, hogy Petra vagy Patrik írt valamit, de nem. Ja, nem írt még, de akkor valószínűleg jön. Mindegy, hát ha ezen se lesz majd, akkor ráírok, hogy hol jár. De hogyha már indult a otthonról, akkor valószínűleg ezen már rajta van. Hát meglátjuk. Jön, akkor először látod a Nagy Burmás videómat? Azt az előbb látod, mint a Térexét? Mert csak azért kérdezem, mert rám nem írtál, de csak egy kérdezem, hogy miért pont Térexre. Nem, nálad a videót láttam, ugye. Csak hát ugye a Télexen is láttam, hogy ilyen nyomokat keres, ugyanúgy, mint te is. Ja, meg Bence is, meg Rikár is, hogyha esetleg így. És érdekes móda, reklámoznak videós társakat. És a érdekes móda Bencénél láttam az két darab ilyen csokkot. A Bivaj réten. És a Bivaj réten, nem mondom a Télexnek, hogy akkor menjünk, azt nézzük meg. Azt mondja, jó rendben, elmentünk a Bivaj réten. És nem kettőt találtak, hanem hármat. Azóta ott is találtak, csak ott a Bivajnét mellett van az az erdő, és akkor ott volt még egy iparvágány, ami kiágazik a Mizsai vonalból, az a régi volán iparvágány, ami most a V-ben elszak a telepejére megy. Igen. Na, én azt jártam be, és... Azt láttam. De találd fel az erdőnél, viszont ott vannak kóboltkutyák, ott azért azért kell vigyázni, hogy már két kóboltkutyával találkoztam úgy vonalbejárás közben. Én két vagy három évvel ezelőtt voltam ott, de néztem ott azon a részem. És ugye végigmentem, azt hittem, hogy ott ment a vőkös. Azt közben kiderült, hogy nem. Oda bement az Ehermannak a volt. Az valami valán telephely volt, igen, és igen. Ez... Hát azért van ott ilyen különbilyen kihelyzet. Hát azóta már írták, hogy amikor 1994-ben még ott volt vonat, akkor még valaki látott ott egy Dacia-t, amit két teherkocsival ott azért. Hát igen. Ott tolatgat, de hát ennyi volt. Hogyha valaki kérdezi, hogy különben mikor volt ott utoljára a tehervonat, nem tudom. Hát olyan 94 körül volt a szehet, de... Az pont ilyen, mint azért a Nagy Burmán az Atkó telep, ugye, hogy ott 2007-ben még biztos volt, arról én láttam felvételeket, hogy a konténerházakat viszik. Az 50-es villamos keresztezi a Nagy Burmát. Ott, igen, azért mondtam, az 2000-es volt, de sokáig addig volt az volt az utolsó, az Atkó telep, aztán amikor az ott megszűnt, hogy elköltözött, utána nincsen azóta, és az iparvágányt is ellopták. Igen, azért csodálkoztam, hogy 2007-ig jártott. 2007-ben biztos, hát lehet egy picit tovább is. De most, hogyha megnézed, akkor ott hogy a házak közé bemegy az erdőbe a Nagy Burma, ott az Atkó telepnél, és akkor ott van egy váltó, na addig volt használó, utána már 2007-ben is ki volt már járatatlan pályarész. Illetve Gamers-nak volt egy ilyen oldala, ahol bejárta a Burmát 2005-ben, és már akkor is ott volt, hogy kim volt a vörös négyzet, de csak a váltó után. Addig még meg volt az iparvágány, és akkor addig használták, akkor még. A Burmát. Azért azóta már most, hogyha arra mész, akkor látod, hogy a gazba eltűnt azért. Megjöttek közben. Megjöttek? Na akkor közben megjött Patrik. Igen. Igen, tényleg. Vezessél föl. Oké. Én meg addig beállítom.
Ja, közben akkor Zoli és itt van, meg a Nagyendék is, és közben igen, megérkeztek Patrikék is. Úgyhogy akkor mehetünk. Ja, ja, csak közben Zoli is videózik. Na, sziasztok, közben már megjöttek, ilyen meglepetésszerűen. Sziasztok! Oh, hello! Szia! Hello! Ja, jó napot! Adnál, Dania! És mindjárt megérkezik Zoli is, mert találkoztam vele. Ja. Várod már nagyon. Jó, hogy most jutani, ha értem ezt a dolgot, tiltom ajtól a messenger-t, választottam, csak diktálásból mondom, aztán mindig egy kicsit félreérti a szöveget. Hát tudom, ezt már mondtad a múltkor is. Ja. Én így ott utána beszélgettem egy délfolyamtársammal, azt akkor érdekes. Csak és akkor figyelj, megérkezett Zoli. Zolkó 79. Szerintem Zoli vagyok. Na, közben megjöttünk. Közben megjöttünk, de közben nekünk van egy meglepetés, és ugye nem tudom az adó oldalán. És gondoltam, hogy akkor meglepnek egy tárgyal. Villamos képpel, meg igaz, hogy a polnak nem tudtam elhozni, de hát elhoztam, csak közben lehetettem. Ugye szeretném neked így átadni ezt a csomagot. Ja, igen, de vigyázz. Jó, oké, az megvan. És akkor közben mutat már. Mutatjuk, hogy mi van benne. Üdítő, biztos. Viszont... Raktam bele egy ilyen tártaképet. Igen. Mert ugye a Dani videójában mondtad, hogy szereted a tártát. Oda is írtam, igen, és oda is írtam a YouTube oldalamnak a címét. És még az aljában van egy még egy meglepetés. Ami... Ez a fotós? Igen. Amit bizony. Csak nekem szántam. Megvan. Megvan. Igen. A kamera is jól lássa. Az jó, igen. Igen, ez egy Ikarus. Bizony, és a harmadik ajtós. Ja, igen. A kettős. Az úgy néz ki, hogy egy 260-as. Igen, az igen, mert ez az is. Ja. Ez 260-as. De azért igaz, hogy én akár szóval még régen 5 éve ezelőtt, amikor még álltuk a harmadik ajtós 260-asokon. Soha nem fogtam tovább 260-as. Aminek ilyen ajtója van. Hát igen, Nem járnak már Budapesten menetrend szerint. Már nem. Harmonika ajtósok. Veszprémben még egyet-kettő, bár most éppen idén kezdik őket kivonni a forgalomból. Hát igen, én viszont egyet láttam a Dél-Pesti autóbuszgarásban, de az ott nem pihen. Hát meg van a nosztalgia, amit használnak nosztalgiának. Hát igen. Még az van. Lehet, igen. Az, amikor ottan voltatok a... Felvonulások. Hát igen, amikor a malévos ilyen reptéri fotózás volt, most... Igen, ott az egyik harmónika ajtós volt, mentem is vele. Tehát, hát meg ott volt a régi farmotoros Ikarus, tehát még az egyik az volt a kedvencem, azzal mentünk ki a reptérre. Igen, amikor csapattal a gyorsforgalmi, ott legalább kettve nevetünk, de úgy, hogy első voltunk a konvojba és elúsztunk a többiektől. De az nagyon szép, és ott ültünk leghátul az ülésen, és akkor annak a hangja, hogy a gyorsforgalmi menetének ilyen legalább 70-nel, az szép volt. Na és akkor végül egy meglepetéssel van a számomra, ez illető fogadni, mert ugye a Dani videójában kérdezted a szexet, és ugye vele már régóta tartom a kapcsolatot, fölvettem a meglepetési kapcsolatot, És akkor most el tudod sorolni a kedvenc videósaidat? Jó! Mert azt mondani, hogy nem vagyunk össze. Ja. De akkor sem tudom, hogy egyszer, amikor tette fel a szalmicas buszhoz a videót, akkor látod a kommentet, hogy a de jó látni a tátra villamost. Igen. Egy tátra villamos, az benne van a kedvencem, a kedvencem.
Hát ugye a régi villamosok között az UV, Tárga, régiek közül, az újak közül meg talán a Cafa még. Nekem addig is egyik új villamosra tetszik. Talán van, amelyik a... Bengálival utaztál már? Mert azok még a bengálik, azok, azok egész jó kis villamosok. Nem tudom, utaztál el már bengálival. Még nem bedobni, igazából legtöbbet UV-val mentem. Hát nosztalgián tudsz már csak utazni majd, tehát ugye most a fényvillamoson azt láttam, hogy 69-esen mentél. Tényleg amúgy te az első kocsiban voltál? Igen, az volt, igen, hogy felszálltam a legelső ajtón a legelső kocsiban, mert ott videóztam, mikor jött. Akkor a másik kocsinál az első. Most néztem a videódat még amikor vártam Zolkóra, addig néztem azért a pontosan videódat, és akkor láttam, hogy hol voltál, láttam, csak a megállóban sem láttalak, meg felszállni sem láttalak. Nem lett ma nagyon minőség, csak annyian voltak, hogy kicsit össze voltunk. Hát tudom, mert én sem nem tudtam videózni, hát teljesen tele volt az UV, tehát ez mindig így van fényvillamosnál. Le is szálltunk egyébként. Kettesen volt decemberben, akkor is mentem, akkor nem voltak ennél, akkor el lehetett jobban fényre. Kettesen ma annyira nem újdonság. Meg a kettesen már valamikor minden nap megy. Amúgy igen, itt ebben a szezonban csak a kettesen ment szinte. Meg a 19. Igen. De és azt én is azért rosszul tudtam, mert nem akkor ment utoljára a szezonban, amikor én a 69-esen. Másnap még ment a 2-esen 2-3 gyert. És akkor a 2-esen még kívül volt, láttam. De ezt én sem tudtam, azt hittem, mert mindig az volt, hogy az utolsó az a 69-esen megy, mert az ugye közel van neki. Ott megy egy 2-kanyolat, és akkor azzal vége. Most nem. Még a 2-esre kiment vasárnap, és ment még vagy 3 gyert. Ja. Hát legközelebb decemberben vagy novemberben. 6-án igen, még a 2-esen mentek két-három kör. Igen, mert a ment el azért. Az nagyon jó volt az a villamos. Annak van a hangját. Ment volna a 62-es ád is, csak én ki is mentem, hogy majd itt az ősnél videózom. Csak megdöglött, és aztán még azt láttam, hogy még utasok nélkül megy azért. Pontos, hogy nem is működik a világítás, de ment az úgy vissza a kocsi színbe. Két óra múlva kijött, és ment még egy kört, ennyi volt a 62-esed. Az érdekes, hogy én mindig bele voltam mehetett, hogy a 14-es villamosról is kivoz rá, legalábbis azt olvastam, hogy a 14-es villamos, de én akárszor megnéztem a mehetet, én soha nem volt, hogy járna. Mindig az volt ott, hogy a mai napon nem jár. Hát lehet, hogy akkor is jár, hiba volt, hogy megdöglött, és akkor azért nem jár. Ja, volt egyszer-kétszer, hogy a BKK-infóval néztem, hogy műszki, ahol a 2-esek gondolom, biztos, hogy van a 2-esek, aztán megnéztem, és akkor mondja, hogy a 2-esek közlekedő fényvillamos nem jár. Hát én tavaly előtt láttam azért a 14-esen, akkor utaztam is vele, meg videóztam, akkor utóztam is. Egyszer aztán... volt még az 50-esen, de azt nem tudtam elkapni sajnos. Az 59-esen nem tudtam még elkapni. Ahogy az érdekes, hogy volt egy-két óra, amikor hajnalba ment ilyen 3-5-4, meg 4-14 óra. Az 59-esen ment így hajnalba, meg a 19-esen. Ez érdekes lehetett, hogy már csak mi hajnalba kivitték. Csak így kettő volt, szóval... Lát, akkor kiutazta vele ilyen hajnalán, szóval. Nem kell tőlek. Hát majd talán decemberben. Jó, jó. Decemberben. Az igaz. Azt várom még egyszer, hogy az egyoldalú bengálival legyen fotós menet. Vagy valami nosztalgia menet. Sajnos, hogy december, vagy novemberben volt a BKB-t vele a villamos felmúlás, arról sem volt, mert nem is tudtam róla. Szóval... Volt. November... 25. 25, igen. Na, én pedig ott voltam, az mégsem tudom már, hogy mikor volt. Hát én nem tudtam, utána a Tani videójában tudtam meg, hogy... A BKB Facebook oldalán iratkozzál fel, mert én szoktak ezek lenni. Jó, akkor megnézés, akkor mindenőt kapunk hát, információt. Ott az ilyeneket ki szokták írni. Lehet, hogy az utolsó pillanatban meg a stb. De ki szokták írni. A fotós menetre regisztrálni, azt úgy lehetett, hogy kirak meg szerdára. Regisztrálsz, és ott akkor 12 volt, fél egykor már nem volt hely. Na, most sikerült beszélnem a Télesszel, kb. 5 perc múlva itt van. 5 perc múlva itt van? Villamos sajjon? Igen, az éles soroknál. Oké, akkor itt megvárjuk. Ja, hát tényleg nem ment az éles sorok, mert akkor majd a sorosnál vagy átmehetünk a megállók, de minden jó nekünk itt vagy idejön. Hát igen, mert ott Maci van. Hát igen, itt is van mondjuk. Itt lehet Maci öcsönben. Előbb-utóbb ide fagyja kezem a kamerához, mi probléma. De mindegy, hát itt elbeszélgetünk addig. Hát igen, azért szoktam én a izét, a telefont ráraknak szerviszt, mert így bedugod a kezemet, és akkor maga a szerviszt voltam. Hát van egy videó, amit földaktam, az még pénteken lettem föl,
Igen, csak tartottam jó sokáig. Csak az volt a baj, hogy 200%-ra nem tudtok el. Hát igen, így szokott. Egy olyan másfél óra. Most a töltőre cibáltam le a kamerát, mert eljöttem, úgyhogy másfél órát bír. Bár még a tartalékok siet most nem hoztam be. Hát igen. Mondtam, hogy most azért most 10 percre ezért jön, hogy jövök el otthonról, lehozok minden tartalékok, sőt, powerbanket, minden bár. Hát még ilyet sem láttam, hogy ezért trollibusz úgy saját magától megy. SST az önjáró üzemben van. És valamikor itt levágják a kadásmeneket a sofőrök, mint a Kerepesi megy át a stadionnak, és ott megy rá az Ács utcába. Úgy megy be a igen, melyeket körbe kéne menni a 80-as vonalán, hogy a stadionoknál leférni az Ács utcába. Nem is tudom, hogy hol jártam. Valahol el kellett menni. És ott aztán végül a City járaton? Belvárosban a Tóri? Ja, igazából már december elején utaztam vele, csak akkor még ugye nem volt meg ez az új telefon, tehát most nálam soha meg minden megmutatom. Szóval akkor utaztam vele. Ja, lecserélted a G4-est? Ja, hát ó, hát nem lecseréltem, hanem még tavaly nyáron ez volt a harmadik külön. Nekem is G4-esem van, és azt már én is hányszor lejtettem, össze-visszatölt már a kamerája, összetölt az oldalát a borítás, de viszont a kijelzőjén nincsen ezért befókálósodva. Hát nekem pont folyt volt, hogy pont ugye ültem itt a folyosón, és akkor egy kicsit ezenből, így reményként, hogy nem kifelcsúszik, akkor átfele, hanem a falfele, de hát pont lecsúszott. Lecsúszott, aztán pont képernyőben lefele, és aztán képernyőből csak szilánkok voltak a hátulében, tiszta ég maradt, szóval. Nem, azon semmit nem betegek, ezzel az bentünk a kukában. Majd esélyén nézve, hogyha itt megfogod a sarkát, ott látszik, ott kitölt belőle egy darab. Ja. Meg itt a kamerája, hogyha megfogod, látszod, ott is kitölt a flexilap. Az a flexus már nincs rajta. Azért tudom, csak ilyen homályos, meg ilyen össze-vissza képzajos képet csinálni velem, mert elemet már kossza, meg minden, meg így. Ja, ahogy nekem itt a telefonom, a stopban van be. Közelepi kamerája szalad, meg a másik oldalt is már eltölt. Nem, akkor akarsz hívni telefonon. Na, megérkezett Télex. Sziasztok, közben befutat Télex, szia! Hello. Napot. Jó napot. Bár erre. Hello. Szia. Bár erre. Én is jöttem ajándék nélkül. Na, közben. Na, szóval közben a telefonban cipt. Igen. Csak azért nem tudom. Na, csak közben bemutatom, hogy jöttem. Tessék. Ó, azt nézd meg, figyelj. Nézd meg. Köszönöm. Figyelj, ez egy kettes, a március 15-et ért, közvágó híd, amikor érvédített útvonalon járt a kettes villamos. Jó, igen. Jó raktábla. Hát, szép, ez az igazi, ez a régi villamostábla, ami az ICS villamosokon volt, ugye a régi ganzokon. Igen. Ja, ilyen nem volt kitéve. Igen, ez ilyen nem volt kitéve. Ez a villamoson belül van kitéve. Ilyenek még most is vannak egyébként a kettes vonalon, a régi ICS-ken, meg KCV-ken, még van ilyen kirakva. Az utastérben van ez kitéve, ez a tájékoztató. De ez már BKK-s, ez újabb. Igen, ez újabb. Ilyen a hátulja már, nézd, a kamerát itt az újra nyomott Ja, látom. Szóval csak azt én újra nyomtam, meg a Petráit fogadja. De inkább most nem kapcsolom, mert most be van kapcsolva beszélni fognak, szóval. Ja, ne, akkor inkább hagyjad akkor. Ez is elcsíts. Mondod, nem akarod hallgatni azt, hogy az eszkében érnek akkor a hajam. Nem, azt én mindegy videóban is hallottam, hogy az UV-nás megy a hangerőbe állítás. Ja, hát az... Az egyesül is hangerőbe állítva, hogy mondod a százalék. Az enyémben is van, hogy én be lehet kapcsolni ezt a barátolat, amelyik minden visszamond. Egy 80 éves. Jó nagy betűnk el a ki, hogy albeg a kettő, szóval. Hát igen, mert ez úgy van, hogy ezt utastérre kirakják, és akkor ez van az utca felől oldalon, hogy messziről lássák, hogy melyik viszonylag. Hát, az van, hogy belül a megállókat. Egyébként ez UV tábla, mert nekünk a múzeumban azt mondták, hogy az UV tábla. Hát lehet UV, de hát a KCV-ken, meg az ICS-ken is ilyenek vannak, de az UV-n is, tehát végül is nem mondta ki eséget, mert lehet UV is. Lehet, biztos. És ott ugye tegnap nagy ritkaságot fotóztam, amit át is küldtem neked. Jaj, azt láttam, igen. 66S szólóval, ráadásul Icarus 260-assal. Na mondom, én arra felülök, de aztán rájöttem, mert utaztam rajta. Össze szoktak jönni ilyenek. Ez a BKK-s, tehát ez ilyen új viszonylag tábla, ezen már a BKK logó van. És keresek neked FVV-set? Lehet, hogy még azt is lehet valahol találni. Ez az. Általában ilyen nyílt napokon szokott ilyen viszonylatáblákat kiszólják egy kökölbe, és akkor aki kapja marja, lehet vinni. Hát mint az Zoli is vitt az 1A például. Hát vannak ilyen, mert nekem is van otthon egy csomó ilyen M3-as pótló is. Ami volt a múzeumban, most már egyébként drágább is lett. Hát nem, kim vannak a falakon ezek.
Most már 1000 forint. Eddig 850 volt. Hogy egy-két helyen külön kifúrtam az ajtó fölött a izét, olyan ütvefúróba, vagy kifúrtam, vagy nem, hát fel lehessen oda napni az ajtó felé. És akkor tényleg ott van ilyen, hogy M3-as pótló, meg hogy ilyen régebbi 146-os. Ne gyere be, mert M3-as pótló van most. Meg van 45-ösöm, 907-esem is, 990-es a leghosszabb éjszakai. Hát a 906-os a leghosszabb szerintem, mert az... Hát azért Dorma fátorlálkos kereszt, ugye a 900-es? Hát menet időben szerintem az kell. 906-os dolgok. Lehet a kilométerben az hosszabb amúgy. Megállók számból is, mert odafele 86, megállom visszafele 98. De menet időben viszont a 990-es biztos, hogy hosszabb, az legalább másfél órát megy. Majdnem kettőt. Hát a 906-os odafele 97, mert visszafele 116. De ez éjszakai a 990-es, ami a Norma fától vagy Rákos kereszt úrik. Az a hatalmas távot nyom be. 956-os vagyok ide Pécelékért. Jó van. Egyszer mehet. Azt én is terveztem, hogy egyszer megyek vele. De ez, én így voltam a 956-os karácsonykor. Kimentünk Hűvösvölgybe. Hát hajrá. De viszont a Hűvösvölgy, amikor ide Pécel felé lakott. Zelénk az Oli egyszer végutazta a 990-es végig. 2350-kor indult a Norma fáta, és majdnem hajnali kettő volt ide a Rákos kereszt úraért. Hát jövök be a délig a 21-es. Azt majd kérdeznek tőle, hogy mennyit ment, de egyszer beutazta azt a járatot. Bevesztek engem is. Ha igényled. Akkor lesz egy kivágások. Nem biztos, már azért, csak azért is benne hagyom. Hogy van napi erőt? Hát Tani, akkor megint jöhet majd a két és fél órás videó. Nem baj, hanem rá érünk. Aki ezt végignézi, az is rá fog érni. Minden nézőnek üzenem, Egerbe jártok, a volánnál tilos fotózni. Volt egy tilos volt, de én voltam Egerben. Kétszer rám szóltak, hogy a volánnál tilos volt. És rám is rám szóltak, de hogyha... Mégis tele van a telefonom, amikor rusz kettő. De a pályaudalon fotóztál, vagy... Mert akkor csináld azt, hogy ne a pályaudalon fotózzál, hanem keressél valami ízért az utcán, vagy a helyet, ahol rengeteg közé busz meg. De egyébként a Tesco vigalmás. De arrébb mész egy... Arrébb mész egy sadok, akkor valahol kifordulnak a buszok, onnan már semmi köze hozzá, köztörülnek. Amikor a helyi buszpályaudvarnál volt, a helyközinél, az égneltéltől kicsit vissza, de utána már amikor az utcán fotóztam, akkor nem tud mit csinálni, az már köztörület. Hát ez az igen. Mert ezzel a villamos végállomáson semmi bajuk nem volt vele. Ja, mondjuk én olvastam fél évben, hallottam. Ja, de ez így. Idegszel fel volt, hogy ide. De kérdeztem tőle, hogy mikor lesz kész az egyes millós új szakasza. Aztán hogy mondhatod, hogy lehet, hogy tavaszra készítettek. Most azt olvastam, hogy csak nyáron. Hát igen, mert hogy valami van, és ott a végállomás meg kell még építeni, mert nem tudom. Április lehet volna kész, de én majd nyáron lesz. Igen, most én is azt olvastam valahol, nem tudom abban sem, hol vagy majd nyáron. Egy nagyjárvázizet reklámja. Ja. Legkisebb is szállni Tesco. Igen, Ikarusszal egy tecsó. Jó, az igen. De mint a Miskolca nem jöttél le végül, nem vagy jöttél valami a szedikán? Nem, voltam papír. Semmi nem voltam, csak a diákom. És? Azzal meg nem mehetek el. Miért diákkal már buszon ilyet tudsz venni? Hát tudom, de... Hát mi más kellett volna még neked? Hát azt mondják, hogy kell vinnem személyt, lakcímkártyát, meg... Minek? Miskolcon, aminek? Nem tudom én se. Hát jól mehet. Minek? Maximum, hogyha azért WC-re mész, akkor kellett volna neked másik papír egyébként. A diák az pont elég lett volna az ellenőrnek, hogy a buszért vezel. Hát igen, ez fordul a rendőrnek is. Hát igen, ha nem igazoltad a rendőr, akkor is van. Engem már végül nem jutottam ki, csak a Budapesti maradt meg nekem. Jó, de a diák igazolványból már tud azonosítani, hogy ki vagy. Hát ja, abban... Becsik Andrásnak látta az én videóját? Azt a hosszú például nem néztem meg az itt meg István telekre. Kivett a István telekre? Meg akarom nézni, nem néztem meg. Ki kéne jutni? Ki kéne? A vonat temetébe kéne egyszer elmenni. Én úgy néztem, hogy az egyik snitnél van egy zöld bengáli. Tehát úgy néz ki az elején, hogy egy bengáli. Meg a jelenleg is ott a nyoma, meg is kérdeztem, de azt még nem kaptam rá választ. Néztem bengálie. Hát igen, viszont már van egy kis Zoli ugye adott egy Ikarus 260-ast, vettem magamnak egyet, kéket, úgyhogy le fogom festni a békát viszont, mert megcsinom olyan rá. Hát igen, szép. Ugye én meg vettem egy sárkát, ugye azt gondoltam, hogy odaadom a Patrikot. Gondolkozok, lemertünk megint együtt. Vett magának még egyet. Vettem egyet magamnak, azt akartam volna nektek. De egyébként az is érdekes, hogy műanyag és nem kínai gyártmány. És megnéztük a weboldalt, és tényleg létezik, és Németországból. Menstruációs görcs, györgyék. Jaj, mi nem tudom. Beszúrtad. Lehet, hogy én zsülök egy videót, hogy így azért
azért ahhoz is szerencse, hogy mondjuk a BPI 206-ost feldíszítenék kifogni. Ugye? Hát igen, azért a az Mikulás busz az azért volt. Az nagyon nagy volt, hogy a 206-ot is kibírtam fogni. Azt meg az Kedves Zoltán fotózta reggel garázsmenetként. Ugye? 206-os. Hát végül is délpesti az a busz, úgyhogy ott bárhol kivehet. Az forgalomban van? Forgalomban van, és csak általában Mikulás díszítés szokták leszedni róla, de még nem szedték le teljesen. De én meg délután fogom. Mi van rajta? A csíkos, ezek a kapaszkodókon. A kapaszkodókon ez a piros-fehér csík. Meg az ülések is úgy néznek. Meg az ülések, ennyi. De hát egyébként amúgy sem volt nagyobb, nagy több díszítés rajta, vagy volt. Hát egy-két ilyen... Külsőjén volt az, hogy Mikulás busz. Hát egy-két hínapos kép, igen, Mikulás busz felmatricázva a külsőjén. Egyébként én az abban reménykedtem, tudod, hogy ha már Mikulás busz, meg 2-6-os, akkor ugye ZF váltó van benne, hát nem. Mert ez már a felújított váltó volt benne, olyan hangja volt, hogy húha. Azt hittek, hogy ugrak az ablakon. Recseget, ropogott. Jó féle. Nem tudom, melyikkel belőle kiszedegetni a váltókat. Annyira jó hangja van magának az ipadusnak. Másik. Mit láttál? Na, hát mit láttál? Mámod egyet, én mondom, veszek egy kis dolgot. Na, mondom, megvárom az itt a... Ugye én úgy lakom, hogy az 54-es az közelem van. 2-8-as. Nem. Ott még járnak egyszer-kétszer, nem? Csak a 2-8, nem, a 2-8-as végig. Hétfőtől péntekig a 2-8-as. Oh, rendszám nélkül ezt megmutatom a kamerának, és újfajta Icarus busz. Ez az ARC. Hát, ami játszik. Látszik? De most már valamennyire látszik, ja. Nem tudom, ilyet láttál-e már. Ez mindig az Egri. Igen, Egerbe jártam egyébként? Jártam még a felső tárkány felé, nem mentél ki a kis vonathoz? Nem mentem, de voltam, utaztam már rajta, de még nem, de most így nem mentem kettélen. Na nekem most sikerült az bejárni egyszer, akkor voltam Egerben, mikor egy busszal kimentem oda. Majd nyáron, hogyha esetleg valamivel megint újtervezik utaztok, akkor ő is úgy van, hogy jön, akkor kimehetnénk esetleg ilyen busztól túrára. Kimehetünk, csak mondjuk... Kimentem a városban, meg vissza a Bervába, tehát én viszteletem. Már a felső tárkány pont az a kis vasút, ahol igazából nincsen semmi, bemegy az erdőbe és visszajön, de sok látványosságot nincsen. Tehát lesétáltam gyalog is a sineket, de semmi, hát ilyen nagyon régi sinek vannak. Ez az, amíg a C50-es felmegy. De 36-os sinek vannak, nem igazán. Szerintem 23 kilós ilyen kis ilyen sinek. A kis függönykard is az ilyenek, ennyire vékony. Azaz. És erben megírjunk vonattal, tehát jobb. Hát egy olyan 80-90 perc vonattal. Hát elmegy. Bár most februártól jön a szivatós vágányzál, azért készüljetek. Ja, felső tárkány? Ja, izé, hát, ott Egerfele, Pécel meg az ott között teljes kizárás, tehát... Ez jó lesz majd, mikor... Pécelig vonat, busz aszódik, utána megint vonat. És még füzes a bolyba is át kell szállni Egerfele. Akkor nyáron legyen. Majd jönnek az ilyen... Már az autóra kész lesz. Nem ez a, mint a 13-as illagos, 13A, 13B, 13C. Ugye, hogy a metró miatt, hogy szállját a villamosról, a buszra, meg a buszról a villamosra vissza. Akkor voltak itt a vágányzárok, mondom, miért? És ugye, úristen, ezt ilyen komolyan gondolták? Egyelben csak az az egy pálya van, nem? Az igen, hát... De azért ma úgy tudom, mint hogyha van egy másik pálya. Van egy Egri gyors is egyébként. Ami közvetlen a keletiből közé, általában közé kékfülön felmegy. Az, ami nem kell átszállni, de... Amúgy egyszer megy az Egerbe Budapest felé. De egyébként úgy van, hogy nincs is villamosítva. Egerig van villamosítva, meg Eger felnémetig egy darabig. Mert Egertől van egy másik pálya. Nem mehetsz a Bézbótra. Igen, Szilvásváradig mehetsz a Bézével. De egyébként azt nem értem, hogy a várnál. Tudod, hogy valahol az Egri vár. Mert van villamosítva. Én csak Bézbótot láttam. Felnémetig van villamosítva, nem használják ki. Mert ugye ott egy rendező pályaudvar volt, meg a tárúfeladás, ilyesmi, és addig... Felnémeten volt pályaudvar. Hát egy rendezőt ott teherárukat adtak fel valahonnan. Meg a Bélapát fordít, hogy szemengyel, mikor még működött, akkor tehervonattal addig lecibálta valami tehervonat, tűzel, és onnan már mehetett villannyal. Hát, hogy a Bervárt is mehet, hát ugye ott a kőfejtő. Hát meg a Kidádon volt még egy szénbánya, ami ugye a futtaki vonalat életben tartotta sokáig. Teherforgalom szempontjából, mert ilyen. Majd még tervezünk azért, hogy a burmát végigjárjuk most már, de még megint nem hozzad a selfie-t, ugye? Hát nem. Na látod, nem hozzad a stabilizátoromat. Hát jó, de nem hozzá. Végigjárjátok a nagy burmát? Már felét megcsináltuk, csak utána elmentünk ki. Ja, az Atkótól kell még Sodoksárig elmennetek. Igen. Hát igen. Hát csak már csak az, de azt tervezünk, hogy az Atkóról megyünk Sodoksárig. 12 km körül van a nagy burma. Hát úgy mondjuk a 13-as vonal, ahhoz képest semmi. Hát meg a 13-as vonal, az valami 90-valahány kilométer, és mi egy olyan 30-at jártunk már. Hát igen, környétől kisbéri.
De most azt úgy beszéltük, hogy a Gajdács Ádám majd tavasszal folytatjuk majd Veszprémbalsányig, amikor már tovább van világos. De hogy úgy járni, mint most, amikor... Hát a kamera már nem látott semmit fényképezni. Igen, tavaly kb. Ilyenkor voltunk azon, és kisbért remélem beértünk. Már lánkeseledett, nem látott semmit. És mikor eszélyként közül ilyen legközelebb ilyen volebbe. Nem tudom, most voltam azért tápiószal én a Transelektro iparvágányon, csak még a videót nem vágtam össze. Ja, azt láttam, hogy ott az aktelen 5, nem tudom. Hát ilyen transporting videókat, igen, az akkor volt. Igen, de az egy kb. 2,5 km-es pálya van ott a transformátor gyári. Tápiószalén kérdezik, és azt jártam le. Ja, meg így úgy kérdezte meg ott, hogy tudott jártál tápiószalén, aztán... Hát ennyi volt, hát ott lementem a zónázóval, hát azért, mert itt Rákoson felszálltam, és lementem a zónázóval, ezeket közel van. Majd lesz még, vannak még tervek, csak hát ilyenkor most, amikor havas a vágány, akkor nem nagyon lehet bejárni, nem látsz semmi belőle. És milyen tervek vannak amúgy? 27-es vonal még Hajmás kértől Papkeszig, mert az a 8 km-es szakasz még hiányzik, a többit már bejártam is szakaszosan. És még a 13-as vonal volt, de mondtad, hogy beszélj. Hát igen, hát ott egészen Pápáig el kéne menni. A francia vágásig még üzemel. Nincs, a francia vágásig még van, a francia vágáson még fát rakodnak, és addig még Dacia-val be lehet járni. Az utolsó 16 km körülbelül. Pápa felül. Egyébként... Kb. 9 oránkor, 80 km az ki van zárva kb. Hát kb. Igen, és ráadásul könnyen, meg kisbér között sínhiány is van, meg valahol annyira betemette a tudva a sideket, hogy nem is látom, mehetem vissza pálya. Úgyhogy ott már valószínűleg nem fog többet vonat járni. Ja? Ja. Zoli megsértődött, azzal lettem zavarva. Ja, na, hogy? Tényleg száz pont, hogy menjek haza. Ja, csak így. Mi meg ebből kimaradtunk, mert itt egymással összeget, miért kimaradtunk ebből? Tessék. Ehhez mit szólsz, amit találtunk, mikor mentünk a Bivaly rétről, hogy megteltük a megálló igen. Táblát. Igen, az jó. Mekkora szerencse kellett? Én a keresztvasat így kiúztam, és oda vittem. Ugye jó. Úgyhogy ha valaki arra jár, akkor már ne keres a keresztvasat, hanem a megálló táblát. Nem tudom, hogy láttad a Imre felsőnél, de hogy van a Lajos-Mizsei vonal, ott van egy ilyen vas, ami le van már a földbe, egy kis vasdarab. Jaj, azt aztán a videótokban láttam. Végig vannak lepa, hát hogyha nem szólnak tinex, akkor nem lesz a nézvény. Hogy ott volt a síneket elválasztott. Meg ráadásul azt én sem vettem észre, pedig odafelé többször jártam. Még a vágány átszelést is hányszor izé. Csak annyit látsz, hogy ilyen lyukak. Meg hogy az aszfaltba be van sülyezve egy tarapka sín. Igen. Sőt, még az izének is azt hiszem a sorokónak a... De azt senki nem veszi észre, mert mindenki az elsőnek észre veszett, hogy ki van lakva a vágány átszelés az a pályára. Ez az a burma, nem az ötlen igen, és akkor még a azaz, de az. Igen, és akkor még a tényleg... Nyugodtan hívhatszád ennek, megengedem. Ja. De videóban is, mert akkor most már itt egy halitipkokat árulunk el. Ja. Jó, akkor mi úgy mondom, hogy Ádámnál találtunk egy ilyen kis síndarabot a vizsében. Igen, az aszfaltban. Konkrétan tehát lekopott a tetején, és ott volt a sín, de úgy, hogy a metszetét láttad, hogy az tényleg sín. Hát igen, ott van aszfaltoztak a vágaim, mert azért... De nem hosszában, hanem hogy úgy vele van, így állítva konkrétan az aszfaltba, és ez nem tudjuk, hogy a picsaknak. Hát azt már én sem tudom. Szerintem úgy, hogy a másikat kivették, mert ugye volt a... Egyébként nincs kizárva, hogy ott a 51-es után valami... Hát meg ott laksz az Olci térkül egyébként, mióta vége a vágány zárnak jártál oda? Ja, igazából még amikor... Mert én is csak a héten. December közepénykét zárkodékból voltunk volna, mert akkor megnéztem, és hát... Akkor vágányra hozott, már kész, akkor elvább is a villamos. De akkor már járt a villamos, nem volt pótlás. Tehát még ott még mindig van építkezés, nem is olyan, hogy decemberben volt jártam. De most voltam ott nem rég, és akkor már nem volt. Lefújt a szív. Akkor még ott a kocsi szívet, ott a jártam, még fel volt bontva, meg azért... Mentem, a 35-esre elmentem a Blaháig, de direkt azért megnéztem, hogy mit csináltak, és aztán a 28-asra jöttem az Olci térig, és onnan a 24-esre mentem ki a Soroksáig. Ja, és ott igazából valami változás észrevett, hogy a villamosról nézve. Hát annyira, valamint a vízi gyorsabb lenne, meg nem annyira az ökölődik minden irányba, meg most már kinéz valahogy ott a pálya. Hát meg a váltókat rakták rendbe, hát egy-két váltó ki is volt már zárva a forgalomból, nem lehetett átni, nem lehetett nagyon rámenni se. Érdekes volt, hogy mikor... És így gyorsabban, nem ilyen 5-tel meg 3-mal megy át rajta a villamos, hanem 15-tel, úgy normálban, mint általában a váltókon szokás. Ja, nálunk, hogy... Volt ilyen, hogy lőttek egy csomó fotót arról, hogy 28A, Hanoveri, 28A
Tátra. Tehát volt egy pár ilyen fotó, hogy kim volt a Hanoveri, de már a Tátra is kim volt, ugye, hogy megnyílt a vágány. Igen. Érdekes videó, fotókat lehetett csinálni. De nekem az is érdekes, hogy csak itt Budapesten van ilyen, hogy ennyire elnézik a villamosnál, csak 15-tel lehet a váltón átmenni. Tehát a kitérőben, azért bűnben láttam olyat, hogy ilyen 30-an, meg 40-nel mennek át a kitérőben lévő váltó. Semmi probléma, és egyébként Miskolcon is, hát ott ahol... Hát csak igazából nem sok váltó van, igazából ott ahol lekanyarodik a kettes villamos. Igen, csak a végállomáson, a végállomáson hurok van, a Majláton is, meg a Tiszain is hurok van. Sőt a Vasgyárnál is, mert az alapból egy hurokvágány. Megvan, az a kettes villamos, arra jár. De úgy hogy működik is? Nem működik, de hát... Egyéb dolgok vannak ott ilyen falmászópálya, meg ilyenek berendezve, ilyen extrém sportokra. Még azt akartam, hogy majd tudod, van a nullásnak a pálya, vagy nullás, vagy négyes, mert nem emlékszem. Tudom, amelyiknek még megvan ott a kiágazó vágánya. Szerintem ja, végig lehet a gyalog volt. Az négyes. Mert a nullás az olyan volt, az még 2014-ben létezett olyan nullás villamos hétvégente, ami a kettes volt a vonalán járt, de csak a hurkot járt a végig. Nem ment ki a Tiszaira, mint a kettes, hanem nullásként az még az évvel volt, SGP-vel a bécsi villamos, én még úgy utaztam rajta. Jó, és a négyes villamos az egy egyvágányú pálya volt Miskolcon, és akkor az... SGP-t egyébként... Néhány méteresig megvan még belőle. Ott a Diózsiói stadionnál van. Meg vannak ott oszlopok, illetve csomók is vannak emberek. Azt egyszer be lehet járni. Csak majd, hogyha nyáron úgy esik, akkor esetleg. Hát meg akkor majd, mert azt én már bejártam, csak nem volt nálam akkor kamera, és nem videóztam sokat. A kisvasútnak a Lády lakótóig vezető szakasza. A Jomonal a végig megvan, meg a kisvasúti híd. Az Imapatakon a hídja is megvan. Ugye december 9-én sátorod a Miskolcon, és akkor videóztam valami voltatok. Jön a 44-es villamos buszosítottát. A Mikulás meg vonatot videóztam Miskolcon a kisvasúton. De az nem volt, nem volt nagyon rövid a múlt. Nem volt rövid volt. Egyébként, ha már izényünk, hogy elveszett vágánynál, akkor azért... Ez is illene már bejárni. Ja, hát egyszer azt is bejárhatjuk majd egyébként, azt akarom tudod, hogy itt is van, de az nem elveszett vágány, hát ami itt van. Hát jó, még használja már valamikor néha, de még az oszlop mindig állnak. Hészállításra azt mondják, általában hetente egyszer-kétszer, mikor visznek át hívet, mondjuk egy cinkot álló Szentendrére, akkor szokás, meg nyilván itt járnak be a... De az melyik vágány, melyik viszik át a... Ez kiment egész. Ott van egy vágány szemben, amit a... De az ott tudják át, hát mert a Kőbánya teheri megy a vágány, és akkor onnan már nagyvasúton viszik. Ja. Csak tudod, régen a Gödöllői hív az a keleti pályaudvar így járt. Ja, tudom. És az egyik, és akkor itt a Kerepesi úton két vágány volt, és az egyik vágány meghagyták ilyen üzemi célokra. Igen, egyébként nincs kizárva, hogy már rég újraépítették ezt a vágányt, tehát ez már nem a hív vágány, ami rend az. Hát jó, hát nyilván voltak más incserék. Már nem villamosított, de a felsőtét tartóztapok már megvannak, és még Beski Andrásnál láttatsz olyan videót a 98 környékén, 9 év, amikor meg volt rajta a drót, és még önerőből ment rajta a hív. De később, hát vagy ellopták, vagy leszették, mielőtt ellopták volna, vagy valamik a kettő közül, de már nincs. Olyan egy olyan néző, hogy feléig leszették, de meg fogják egy szintjelni. Hát ez volt egyébként ott a BMW hudoknál, a 30-esnél van az a kiágazás a BMW telepre, volt 29-es villamos. Az sincs messze egyébként. Na ott az történt, hogy 96-ban még megrendelték a BMW-re, amikor a BMW volt, hogy menjen. Igen, akkor volt 100. A következő évben nem rendelték meg, a BKV meg nem közlekedtette emiatt. És még azon a télen ellopták a felső vezetéket a vágányok felől, és utána meg már kimondták rá, hogy nem mehet rajta villamos, eltartva, soha többet nem ment arra semmi. De az a baj, hogy az úr, hogy a váltónak még mindig ott a hely, a sír nem, meg végig. Nem, azt meg is hagyták a váltót. Igen, de a váltó. Ki van szedve a váltó, én jártam ott, csak... De a helyét meghagyták, hogy bármikor visszaépíteti legyen, mert volt egy felültes valószínűleg, és a váltó helyét ott hagyták. Mindig megvan, ugye befelé a hurakig egészen megvan a sír. És ami volt érdekesség volt, hogy azért... Mind a sín megvan, mind a felsőzeték tartott. Jó, hát igaz, hogy pár már csak csonk. Mondjuk én is gondolkozom rajta, hogy apában kiadjuk egy flexel, azt akkor elhozunk egy oszlopot, beállítjuk a kertbe. Nagyon azon gondolkozom, hogy mivel egyik sincs legyen, mert megnézhetnénk a BMW-t, ha? Hogy mi van esetleg ott most? Hát, végül is egy megálló a metróval, aztán meg egy kis séta. Vagy pedig a 10-es busszal arra tudunk menni. A 10-es az ilyenkor nem jár, csak 2-10. Ja, az a 10-es busz. Ja, az ilyenkor nem jár? Az ilyenkor nem, csak 2-10. Egyébként is fél óránként jár az egy... Mindent. Hát jó, hát azt egyébként el kell adni, a 10-es busz az itt... Ezen a könnyeket utilja lekihasználó notlabjánat ma a 10-es, az olyan, hogy fél óránként tesz egy költin az őstől, és ott jön vissza a pillangó fele. Akkor szerintem csak egy járművon kiadod, néha várt. Hát mert nincs a környékén semmi, maximum Kőbánya felső, kimegy vele valaki a pályaudvarig, hogyha
éppen az jön, de ha rendezvény van a Hung Expo-n, akkor meg besűrítik 5 meg 10 percesre. Akkor viszont úgy tele van, mint a herék egy BMW-nél. Vagy egy Play-iten. Igen. Hát ha van egy Play-it, akkor fürtök belógnak rajta, úgyhogy 5 percenként besűrítik. Dani, egyébként a 22-esre volt üres, hogyha most úgy nézzük, ugye. Hát nem volt, hát azért kellett villamosan járni. Ránézel és csatolt kácsi jövő. Persze, és akkor ki volt az használva, amikor rendezvény volt, mondjuk egy BMW, vagy most egy Play-itnél is lenne értelme villamos járatni oda, mert vannak annyian. Az OBV, Hát de akkor én valamikor még járt a 29-es villamos, még igazából a BMW volt az, ami nagy kiveget mozott oda. De manapság már évente kétszer van Play-it, például BMW ugyanúgy van, meg szokott ott még más rendezvény is lenni. Egyébként ott látod, hogy... Meg ilyen tuning kiállítás is szokott lenni, és akkor arra is sokan mennek. Meg a veterán autó kiállítás is. Igen, azt mondom, a veterán autó kiállítás, az amikor... Tehát egész évben lenne forró. Ezt látom, annyira tele volt itt a P-pluszon a Pillangó utcánál, hogy senki nem tudott megállni. Plusz még ott a... Igen, az utcán is annyian, mert Kőványa felső volt, és annyian parkoltak ott a forgalók, hogy ilyenkor nem lehetett bemenni. Egyébként azt mondja meg nekem valaki, hogy ha a 10-es busz ennyire forgalmas, amikor az rendezvény, akkor miért nem csuklós busszal járatják? Valamikor azzal járatják. De miért 260-assal kell? Valamikor besűrítik, hát ilyenkor besűrítik, de hát akkor nem lehet annyira besűríteni, hogy ne legyen tele teljesen. Én tegnap sem értettem, hogy a 66-e mit keresett 260-assal. Máskor meg amikor nincsen semmi, meg félgódánként tesz teszek a nyolat, és két ember van rajta körülbelül. Még egy dolog, abból az egyik a sofőr. Még egy dolog Egerben egyébként az, hogy ha buszozni mész, akkor mindig az alsó táblát figyeld, mert fölül nem mindig az igazságon kírva. Nem tudom, Facebookon láttad a 799-es busz. Vannak még ikonikat osztok Egerben? Harmonik ajtós, és az a helyi járaton? Mert régebben még voltak. De egy jár a 10-es. Ék a 10-es. Exporter. És csuklós, és tele van. Akkor valami rendezvény lehet most ilyenkor, hogyha jár, mert egyébként lehet a hétvégén most a jár. Most van ez a tanulmányi genyó, amire a tanárom is jött. Most van valami tanulmányi kiállítás. Én erről nem tudok, de lehet. Egyébként itt ment el egy 10-es, egy csuklós. MHK 921. Akkor az volt. Az volt, igen. Igen, de viszont azt sajnálom a 7700-et. És nagyon sokan mondnak, hogy szerintem valami rendezvény van, azért jár ilyenkor, mert szerintem, ha nincs rendezvény, akkor lehet, hogy nem is jár. Akkor nem, mert mindig megszokott hátról nézni, így szombaton két óra lehetett, aztán... Hát de ezek szerint most akkor biztos van valami rendezvény különben, összesen hét alatt nem száll fel rajta ennyi ember, mint hányabos rajta vannak. Videóban nem mutattam még, ez a kulcsdaftot, tehát ez ilyen... Van minden rajta. Ó, hát ez igen. Itt a hátulján van egy szegedi megkapott. Igaz, hogy kicsit az enyém megkapott. Hát akkor ahhoz képest az enyém az semmit elkezem. Itt van, na, Zoli, tessék. Hát, na jó. Szerelmed. Na jó van. Hát jó, hát az kötelező. Azért. Ja, mentek. Jó, hát elültem a szerencsének, szia. Jó, hello. Szia, Patrik. Hello. Szia, Patrik. Szerintem majd további szép napot nektek. Találkozunk a poharat elhozom. Viszont látom. Remélem, hogy még többször találkozunk, szóval remélem, nem csak egyszer. Úgyhogy, ha valaki bejelölt mostanában a Facebookon, az én voltam. Ja, igen, viszont is igaz volt rá. Tényleg, hogy én voltam a bűnös. Viszont én is így szívtam meg. Visszajelöltem, inkább ti is le. Ugye, Zoli? Patrikkal, de legalább így összejöttünk. Ez az. Így hárma.